Szóval Kostis a 8. és Lukács Vámpor 12. percben. A helyzetek alapján talán több volt benne a részünkről. Sajnos elég sok helyzetet is sikerült kialakítani, viszont sajnos ezeket nem tudtuk értékesíteni. Az ellenfél az első fél időben 2-2 értékesített, és ezzel az jelentős előnyre tett szert. Viszont most nem mehetek el szólni amellett sem, hogy a játékvezetők, nem értem meg mostan eddig a pillanatig, hogy miért hosszabbítottak csak 4 percet, mikor meg volt a hadcsere, 5 percig feküdt a kapus. Nem mondanám, hogy rajtuk volt ez a mérkőzés, csak ilyen szituációkban azért döntő befolyásoltságú lehet akár 2-3 perc plusz is. És az, hogy hétről hétre azért bennünket sújtanak az ítéleteikre, azért ez elég szomorú. Kép alapján a videótól jobban játszott, többet bűtök volt, a labdát kezdeményezőbb volt, de azt gondolom, hogy így kell kihasználni a helyzeteinket. Nem is tudom, talán 4 helyzetünk volt, ami komolyan volt, abból 2-t berúgtunk, és ezzel sikerült megnyernünk a mérkőzés. Sok helyzetet alakítottunk ki, sajnos csak egyet tudtunk berúgni, ugye pontrugásból voltunk eredményesek. Diós Zsör az elején rúgott nekünk 2 gólt, de nem szeretném ennyire elemezni. Inkább azt emelném ki, hogy Diós Győrben mindig is nagyon jó futballozni, mert rengeteg szurkoló jön ki, és végigbuzdítják a csapatot, végigbuzdítják a hazai csapatot, és nem velünk foglalkoznak, tehát nem szidnak. Ugye láthattátok is az eredményhirdetésnél, mennyire örültek ennek a trófeának. Gratulálok nekik. Akkor is különleges érzés volt, mert az volt az első komolyan felnőtt trófám. Utána hál' Istennek azért sikerült még szuperkupát, meg bajnokságot is nyerni a videóton. Ezek olyan pillanatok, amiket soha nem felejtek el, mert ezt a mai sem fogom. Ma mindenféleképpen fegyelem volt a játékban. Mindenki nagyon akart. Türelmesek voltunk és harcoltunk végig. Azért, mert láttunk ezt az esélyt, hogy ne vagyunk olyan könnyű. Sikerült, büszke vagyok a csapatra, gratulálom neki, és játékosok már majd igazi hősök Miskolcon. Nem vagyok egy nagy partiharc, de vannak a csapatban tőlem nagyobb huligánok is, majd ők rendezik a bulit. A mai siker az a szurkolók erejében is rejlett? Hát hogyne, persze, azért sokat szerintem, hogy hazai pályán voltunk. Az érződött a szurkolókon, hogy azért már régóta várnak egy ilyen sikerre, de tovább is csak azt mondom, hogy ez még csak az előétel volt, a második meg a desszert az még a magyar kupa döntő lehet.